Start. Start, elindult a Kincsen plusz handicap, ez a nap negyedik futama, jól kezdett két favorit, Cassidy Beat francia sztárhajtójával, Dominic Lokönővel, aki először versenyez itt a Kincsen Parkban, mellette pedig Vulcano Boy, Miodrag Pantic-sal neki szerb licenszang. Fejfejt a két ló, és nem engedi el az ellenfelet Cassidy Beat. Mögöttük egyelőre harmadikén San Francisco színei tűnnek fel, majd kívülről érkezik Firefly Shadow, bent a falon pedig ott van Bombay, Úrika M, ZZ Top, aztán pedig Berry Lady következik, Slug Princess, Lingo Tati, Velence R, Ugolin Alsz pedig keresi egyelőre a megfelelő pozíciót, visszacsúszik egészen a sor végére. Cassidy Beat nem adja a falat, vezet, diktálja a tempót, fejfejt mellett ott van a másik favorit, Vulcano Boy, a harmadik esélyes Velence R jóval hátrébb egyelőre a mezőny végén, akkor, amikor egy kör van hátra, és folyamatosan próbálják gyorsítani a versenyt, ott az élen lévők, Cassidy Beat, valamint mellette Vulcano Boy. De jól tartják magukat egyébként a nagy Ferenc lovak is, San Francisco előrébe, Bombay pedig a hátán gyakorlatilag, itt kívülről Firefly Shadow üget oda San Francisco mellé a harmadik, negyedik pozícióba. Az elején pedig lehetséges, hogy lesz helycsere, hiszen Vulcano Boyt nyomja előrefele Miodrag Pantic, tehát nem tud elmenni, hiszen Cassidy Beat kézből új gyakorlatilag, és tudja őrizni a falat. Nagyon jónak tűnik a tempó egyébként, amit a vezető kettős diktál. Harmadik helyen Firefly Shadow, illetőleg San Francisco, mellette San Francisco hátán Bombay, aki ez idáig hibátlan versenyt fut, nem ugrotta el magát. Nagyon jól együtt van az egész mezőny, amikor közelítenek az utolsó kanyarra, és csak előrébb van Vulcano Boy, és most már be is tud menni a falra, megelőzte Cassidy Beat-et. A régen látott Vulcano Boy nagyon-nagyon erősnek tűnik, két osztás előnye fordulhat majd az utolsó 300 méterre. Cassidy Beat kezd fáradni, ott azért jönnek jó néhányan mögötte, San Francisco, Firefly Shadow, egészen kívül Berry Lady, Bombay bent a falon, Velence R is elindul, de egyelőre viszonylag komoly a hátránya. A kérdés azonban, hogy az élenlévők mennyire bírják, mert nagyon-nagyon kezdenek fáradni. Cassidy Beat is, illetve Vulcano Boy is jelentősen lassul. Jön San Francisco, Komáromé Krisztinával, jön kívül Berry Lady, egy seregló feltűnik a frontban, Velence R, Lingot át is megjelenik, Aszlak Princess is közel van, San Francisco egyelőre vezet, próbál visszatámadni Vulcano Boy, San Francisco kívül Velence R, vagy Vulcano Boy a falon jön vissza, Vulcano Boy! Pantic-sa mekkorát hajtott, San Francisco, Velence R talán, tehát gyakorlatilag az egész mezőny ott van mögöttük.